Novák előtt képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője következik, aki interpellációt nyújtott be a honvédelmi miniszterhez. Miért vállalják Szlovákia légterének védelmét magyar gripenekkel, hogy közben ők Ukrajnának adhassák a MiG-29-eseiket címmel? Novák előtt képviselő urat illeti a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, közfelháborodást váltott ki, hogy a magyar kormány eltitkolta, és a szlovák védelmi minisztertől kellett sajnos megtudjuk, ukrán katonák, egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vesz Magyarország. A Magyar Honvédség parancsnoka tavaly nyáron szintén titokban látogatta meg az ukrán vezérkart. Erről is csak utólag ukrán híradásból értesültünk. Az ukrán fegyveres erők vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével. Aztán a balti légtér biztosítását is vállalták magyar gripenekkel, és konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel, melyről büszkén számolt be a Magyar Honvédség. Miért vesznek részt a háborúban, államtitkár úr? Aztán újabb hír, hogy Szlovákia légterét szintén magyar gripenek is védhetik majd. Miért vállalják ezt, ami az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háború közvetett támogatása? Szlovákia ugyanis a magyar támogatásnak köszönhetően átadta a szlovák légierő gerincét képező orosz MiG-29-eseket Ukrajnának. Rendkívül álságos az a kormányzati propaganda is, hogy a magyar-ukrán határt nem lépik át fegyverszállítmányok, hiszen valójában igenis mehetnek Magyarországon keresztül fegyverszállítmányok Ukrajnába, Szlovákia és Románia közbeiktatásával. Rendkívül álszent a kormány. Sőt, magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Ukrajnának. Bizony, a Pápán állomáshozó NATO nehéz légiszállító ezred egyik magyar felségjelzésű C-17-es repülőgépe a rakéták bepakolásáról fénykép is megjelent. Aztán Ukrajna magyar katonai, magyar pénzügyi támogatása szintén érthetetlen és elfogadhatatlan. A március 16-ai kormányhatározat szerint 74 milliárd forinttal támogatjuk az unión keresztül a magyar ellenes ukránokat, illetve az EU-n keresztül vétó helyett asszisztálásunkkal folyik például a lőszertámogatás is. A harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is támogatjuk sajnos az ukránok háborúját közvetlenül is. Az ukrán olajfinomítókat és tárolókat nyáron megsemmisítették az oroszok. Azóta külföldről látják el Ukrajna hadseregét, üzemanyaga, jó részt magyar gázolajjal. Úgy tűnik valakinek megéri. Bizonyíték továbbá a Fidesz háború pártiságára, és hát a kormány háború pártiságára az is, hogy idegen katonai felvonulási területté vált hazánk a NATO harccsoportok, főként amerikai páncélosok beengedésével. Magyarország függetlenségének feladása elfogadhatatlan. Idegen haderőknek nem volna helyük hazánkban, Magyarország a magyaroké. A NATO bővítés márciusi megszavazása után pedig nem csoda, hogy hazánk is felkerült az oroszokkal barátságtalan országok listájára. Az új virágrend kiszolgálása és a háború kiszélesítése helyett függetlenségünk, a semlegességünk, ezáltal a béke előmozdítására volna szükség a Mi Hazánk mozgalom szerint. Mi valóban nem akarunk világháborút. A kormány viszont támogatja sunyi módon Ukrajnát a háborúban, de miért? Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, a válasz Varga Tamás miniszterhelyettes államtitkár úr fogja megadni. Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Szeretném mindenki előtt nagyon nyomatékosan és hangsúlyosan elmondani, hogy semmilyen háborús támogatásról és semmilyen eltitkolt látogatásról nincsen szó. Amiről szó van, az mindösszesen annyi, hogy Magyarország egy megbízható és jól teljesítő szövetséges országa a NATO szövetségnek és a megváltozott biztonsági környezetből fakadó kihívások kezelésében szövetségesként természetesen részt veszünk. Mi székesfehérváriak külön büszkék vagyunk arra, hogy egy közvetlen NATO parancsnokság települ a mi városunkban. És természetesen arról sincsen szó, hogy bármiféle idegen haderő állomásozna Magyarországon. A NATO szövetségben követelmény, hogyha egy ország, ha önállóan nem képes, akkor más tagországok segítsége által biztosítsa légterének védelmét, és más tagországok lássák el légtérrendészeti védelmét, és így a szövetség
évek óta ösztönzi a nemzeteket, hogy ezt regionálisan, vagy szomszédos országok egymás között tegyék meg. A magyar légierő is évek óta részt vesz ilyen légtérrendészeti feladatok ellátásában. Ehhez határátlépési megállapodások, kétoldalú technikai egyezményeket kellett kötni, amelyeket természetesen megtettünk. A balti országok esetében 2015. szeptember óta látta a Magyar Honvédség légtérrendészeti feladatokat. Tavaly már ez a harmadik alkalommal történt meg, és természetesen szándékunkban áll felkérésre, a balti országok felkérésére visszatérni, és hangsúlyozom, légtérrendészeti feladatokat lát el a magyar légierő. Ennek a légtérrendészeti megállapodásnak az aláírása, a magyar-szlovák légtérrendészeti megállapodásnak aláírása egy jelentős mérföldkő, amelyel egyrészt, amely hozzájárul Magyarország biztonságához is, másrészt pedig bemutatja azt, hogy a magyar légierő tud és akar is közösen dolgozni a térség biztonságáért másokkal összefogva. Ennek a megállapodásnak az értelmében Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal együtt látja a Szlovákia légterének védelmét, és így a magyar légierő Gripenjei egy újabb megtisztelő és felelősségteljes feladatot vállaltak, amely természetesen addig tart, amíg a szlovák légierő önállóan nem képes ezt a feladatot, nem lesz képes ezt a feladatot ellátni. Régebb óta nem látnak el a szlovák MiG-29-esek légtérrendészeti feladatokat, és ennek tükrében az egyeztetések már jóval korábban megkezdődtek, már azt megelőzően megkezdődtek, hogy az orosz-ukrán háború elkezdődött volna, így tehát ennek a megállapodásnak semmi köze nincs ahhoz, hogy Szlovákia mit tett a MiG-29-es repülőivel. Szlovákia és Magyarország is két elkötelezett NATO-szövetséges, és célunk, hogy ez az együttműködés, ami közöttünk fennáll, a jövőben is fennmaradjon. És végezetül szeretném megköszönni a Magyar Honvédség állományának munkáját az egész Védelmi Szövetség tekintetében tiszteletreméltó és tiszteletet parancsoló kiemelkedő szolgálatot végez a magyar légierő. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr. Megkérdezem Novák előtt, képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon. Elnök úr, államtitkár úr, sajnos a választ nem tudom elfogadni, hiszen konkrétumokat nem nagyon hallhattunk, ha csak nem azt, hogy megbízható NATO szövetségesek vagyunk, csak hogy a NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében. De hát Ukrajna nem NATO tag. És egyébként Szlovákia esetében is elfogadhatatlan, még ha korábban is kezdték előkészíteni, viszont csak a háborúban jutott el oda Szlovákia, hogy teljesen alkalmatlaná váljon ezekre a saját légterének megvédésére, azáltal, hogy ők felajánlják közvetlenül Ukrajnának, az oroszok ellen a saját MiG-29-eseiket. Éppen ezért elfogadhatatlan, és nem válaszolt arra, hogy ennek fényében miért vállalják Szlovákia légterének védelmét. És a legnagyobb közfelháborodást pedig pontosan az okozta, hogy a NATO bővítés nagy koalíciós módon megszavazták, ami után persze valóban nem is csoda, hogy hazánk is felkerült az oroszokkal barátságtalan országok listájára. Éppen ezért semmilyen támogatandó nincs a kormánynak ebben a sunyi politikájában. Köszönöm szépen!